Szeretettel üdvözlök mindenkit. Mátó Péter vagyok, és alapvetően szoftverfejlesztéssel foglalkozom, de egyrészt az elmúlt 20 évben nagyon sokat rendszergazdáskodtam is, másrészt pedig a szoftver, amit fejlesztek, többet is fejlesztek, de az egyik szoftver, amit fejlesztek, az rendszeradminisztrációval kapcsolatos, és egy olyan előadással készültem, ami ennek a szoftvernek a fejlesztése kapcsán kialakult ilyen ismereteket osztja meg. Az a helyzet, hogy én nekem mindig is az volt az elvem, hogy nem próbálok meg bit szinten elmagyarázni mindent, hanem inkább megpróbálom általánosan megfogalmazni, és az, hogy konkrétan mondjuk egy bizonyos verziókezelő szoftvernek egy bizonyos paraméterét hogyan kell paraméterezni, azt úgy gondolom, hogy meg tudjátok nézni könnyedén a MAN-ból. Szerintem az igazi érték az ma, hogyha valaki egy olyan összefoglalót ad, hogy mit érdemes megnézni, és hogyan érdemes megnézni. A helyzet az, hogy maga az előadás az, noha az a címe, hogy konfigurációs fájlok verziókezelése, nem teljesen csak erről szól. Néhány olyan peremterületet is érinteni fogok, amely kapcsolódik ehhez a témához. Alapvetően az előadásom felépítése úgy néz ki, hogy megbeszéljük azt, hogy hogyan kellene működnie a dolgoknak egy ideális világban, aztán egy második lépés, megnézzük azt, hogy valójában hogy szokott működni, és utána remélem, hogy a közönség körében jó pár rendszergazda van, meg fogom mutatni azt, hogy milyen módszerekkel, milyen eszközökkel lehet ezt a káoszt egy kicsit lecsökkenteni, és ha lehet, akkor a későbbiekben már kezelhetővé, kellemesebben használhatóvá tenni a rendszereinket. Az ideális világ hogy is néz ki? Hát ugye az ideális világban mindenről van dokumentáció. Az a helyzet, hogy ha valaki ezt a szakterületet tanulta akármilyen szinten, akkor biztosan ő is azt hallotta, hogy először megtervezzük azt, amit csinálni akarunk, leírjuk azt, hogy fogjuk megcsinálni, kiválasztjuk a megfelelő eszközöket, és utána szépen megcsináljuk. Hát a gyakorlat az nem mindig pont ilyen. De egy ideális világban ilyen lenne. Aztán a funkciókat előre megtervezik, ez alapján választják ki a szükséges eszközöket, annak beállításait. Tehát igazából egy ideális világban nem is lenne szükség arra, amiről ez az előadás szól. Meglátjátok azonban, hogy sajnos a valóság az nem ez szokott lenni. A következő dolog, nyilván egy ideális világban nincsen meghibásodás, de gyakorlatilag szokott lenni. A különböző kliensek és szerverek nem pont ugyanazt a protokollt beszélik, néha meghibásodik egy hálókártya, és mondjuk a 8. bitet elkezdi eldobálni. Az egyik átviteli közeg, egy hálózati típus, egy bájttal kevesebbet tud átvinni egy keretben, mint egy másik, és elkezdenek ilyen fura, misztikus hibák lenni, és itt következik az, hogy szükség van mégis rendszergazdákra. A következő, egy pillanat. Hogy ezt nekem minden előadáson sikerül elsütni, bocsánatot kérek. Most bútoltam be a gépem, és ezért történt. Szóval, mi van még? Az ideális világban nincsen probléma, tehát nincsen tűzoltóhibajavítás, csak az van, hogy kitaláljuk, hogy szeretnénk egy új funkciót, és azt elkezdjük megcsinálni. Hát, valójában nem mindig így van. És még egy fontos dolog, hogy egy ideális világban jól tervezett és komoly szakértelemmel felépített rendszerek vannak. A rendszer változás folyamata nagyjából olyan ítélszerűen leírva, ha az ember valamilyen változtatást akar a rendszereken csinálni, akkor először csinál egy változás igényt, egy change requestet, abból a megfelelő szakértők megtervezik, hogy hogyan lehetne megvalósítani ezt a változást, letesztelik a tesztrendszeren, majd az éles rendszeren is bevezetik, letesztelik, szépen ledokumentálják, és utána mindenki boldog. Hát, most akkor beszéljünk a valóságról. A valóság az a helyzet, hogy kicsikét másképp néz ki. A valóságban nincsen tervezés, nagyon ritka, illetve ha van, akkor sem minden szempontra kiterjedő. Nagyon sok esetben látok olyat, hogy egy kicsi rendszer, ami alapvetően csak pár száz embernek készül, túlnövi magát, és elkezd olyan mennyiségű kérést kapni, hogy az eredeti terveknek semmilyen szinten nem felel meg. Aztán a következő, hát az üzemeltetők nem igen szeretnek dokumentálni.
Hát valójában a fejlesztők se szeretnek dokumentálni, meg úgy igazából senki se szeret dokumentálni. A való világban nagyon sokszor előfordul olyan, hogy át kell vennünk egy olyan rendszer üzemeltetését, amit valaki más kezdett el csinálni. Az a más, az lehet, hogy nem megfelelő szakértelemmel csinálta, vagy ha igen, akkor is nem mondja el nekünk, hogy mit csinált, hiszen mondjuk nem is ismerjük, adott esetben már elment egy másik helyre, és nincs az a lehetőség, ami jó esetben megvan, hogy az embernek van egy-két hónapja, amíg az elődjével együtt van, és megtanulja azt, hogy hogy is működik a rendszer. A következő, milyen jellemzői vannak még a való világnak? Hát az a helyzet, hogy amikor az embert éjszaka egy 7x24-es ügyeletben felébresztik, akkor egyáltalán nem tipikus az, hogy előveszi az ITIL szerint a kézikönyvet, és megnézi, hogy milyen folyamat szerint kellene most a rendszerét módosítani, és aztán utána a forráskóddal mit kell csinálni, meg mit kell csinálni a konfigokkal. Egyáltalán nem foglalkozik ezzel, örül neki, hogy minél hamarabb visszakerüljön az ágyba, gyorsan megcsinál valamit, összehekkel, összekopipésztelgeti a Stack Overflow-ról, és aztán, hogyha működik, akkor nagyon boldog, és azonnal húz vissza aludni. Ez a valóság. Szóval az a helyzet, hogy amikor pánik van, akkor az ember nem foglalkozik ezzel a jó lenne mindent szépen ledokumentálni, meg elrakni a config file változásait, meg ilyesmi. És ez egy probléma, amit én az elmúlt mondjuk két évtizedben nagyon sokszor tapasztaltam, és nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen. És azt gondolom, hogy mindenki, aki rendszereket üzemeltet, találkozott már ezzel, és kellene valamiféle megoldás erre. Hogyan lehetne mégis azt megcsinálni, hogy ez a sok-sok ilyen ad-hoc változtatás, ez mégis valamilyen szinten követhető legyen. Hát a következő, az az igazság, hogy néha picit csapongani fogok, engedjétek meg, mert nagyon nehéz ezt egy gondolati ívre végig felfűzni. Tehát a következő dolog, talán egy kicsit közbevetőleg, egy rendszer felügyeletbe vétele. Mit jelent ez? Valaki előttünk, vagy egy csapat előttünk üzemeltetett egy rendszert, vagy rendszereket, és nekünk azt valahogy át kéne vennünk. Meg kellene nézni azt, hogy mit csinál ez a rendszer, hogy van beállítva, miért úgy van beállítva. Itt következnek majd az első igazán érdekes, hasznos tanácsok szerintem. Hogyan lehet egy rendszert üzemeltetésbe venni megfelelő hozzáértéssel? Hát az első dolog az, hogy fel kell mérnem, hogy mit csinál az a rendszer. Hogyan lehet ezt megnézni? A Linux rendszereken és egyébként néhány más operációs rendszeren is megfelelően használható a csomagkezelő rendszer. Ennek a segítségével meg tudjuk nézni, hogy az a bizonyos rendszer, vagy azok a rendszerek, amiket átvettünk, azok mennyiben térnek el egy alaptelepítéstől. Az első dolog az, hogy meg kell néznünk azt, hogy milyen csomagok vannak feltelepítve. A csomagoknak a mennyiségétől és a típusától nyilvánvalóan már is látjuk azt, hogy körülbelül mi az, ami a rendszeren futni fog. A következő nagyon fontos, hogy az egy dolog, hogy egy csomag fel van telepítve, de mit csinál az pontosan, mi az, ami fut a rendszeren, mi az, ami nem, mi az a config file, ami egyáltalán befolyásolja az ő működését. Ehhez azt kell csinálnom, hogy megnézem, a netstatban megnézem azt, hogy milyen interfészeken figyel a gép, meg tudom nézni azt, hogy ezek az interfészek, ezek milyen PID-del vannak kiszolgálva, netstat-tnlp ugyebár, és utána meg tudom nézni, hogy az a PID az, a rendszeren egy standard futó bináris, vagy egy konténerben fut, vagy adott esetben C3-utolva, nyilván BSD-n a saját technológiájával, és így tovább. Meg kell néznünk azt, hogy az a bináris az pontosan melyik rútot értelmezi, és innentől kezdve meg tudjuk nézni azt, hogy mi az ő konfigurációs fájlja. Na most tételezzük fel, hogy most már van egy listánk arról, hogy mik futnak ezen a rendszeren, szeretném tudni azt, hogy mit csinálnak, pontosan hogy vannak beállítva ezek a rendszerek. Na, ez már egy elég nehéz dolog, hogyha nekem nincsen az eredeti rendszerről egy leírásom, egy dokumentációm, akkor lényegében végig kell olvasnom az összes konfigurációs fájlt, és abból kellene kitalálnom, hogy mi történt, mi a változás. A helyzet az, hogy ennek a problémának a megoldása az két lehetőség van, két irányvonal. Az egyik az, hogy ténylegesen az adott rendszer, az adott szerver konfigurációs fájlját sorról sorra végignézem, és elolvasom, és értelmezem. Szeretnék mutatni itt közbevetőleg egy kis demót, amiből meg fogjátok érteni, hogy miért olyan nehéz ez.
Ez az én desktopom, ez nagyon sokféle különböző szoftverfejlesztést csinál, vagyis végzek rajta, és például többek között rajta van egy MySQL szerver is. Majd mindjárt el fogom mondani, hogy most mit hasonlítottam össze mivel, csak egy dolgot szeretnék megmutatni, hogy megnézem a kettő közt a különbséget, és azt fogom látni, hogy valamilyen paraméterek megváltoztak. Tehát mondjuk tételezzük fel, hogy egy félig ideális világban élünk, és látjuk azt, hogy mik változtak meg a default konfigurációhoz képest, és még ekkor is nagyon nehéz megmagyarázni egy-egy változásról, hogy az egész pontosan miért is lett beletéve. Nézzétek csak meg, ott van egy jó példa. Azt mondja, hogy interaktív timeout, lézerezek is, interaktív timeout 259.200. Erre szoktak a programozók ilyen állandókat felvenni. Mi az a 259.200? Ebben az esetben oda van kommentezve fölé, hogy az micsoda, de adott esetben látunk egy ilyen számot egy konfigban, és halvány lila dunsztunk nincs róla, hogy az miért pontosan annyi, és vajon mi az oka, hogy az oda van írva? Elmagyarázom, hogyha egy hétvégén keresztül nem használok egy MySQL szervert, akkor az alkalmazásomnak leszakadnak a hálózati kapcsolatai, és rekonnektálni kell a MySQL-hez. De ha beállítom ezt az interaktív timeoutot ennyire, ez 3 nap, akkor egy hétvégi nem használat nem fogja leszakítani a connection-öket. De ezt nem triviális kitalálni. Tehát a probléma az, hogy átveszünk üzemeltetésbe egy rendszert, megvan nekünk már az, hogy miket csinál, milyen szerverek futnak rajta, látjuk a config fájlokat, de egyáltalán nem triviális kitalálni, hogy egy-egy config fájl sor, az pontosan miért van ott. Lehet, hogy jelentéktelennek minősítjük azt a kis változtatást, és egy pici, egy szám kettővel átállításával elérhetetlené teszünk 100 darab szervert. Mert nem értjük, hogy miért van az ott megcsinálva. Oké, tehát akkor a fontos dolog az, hogy szeretnénk valami módszert arra, hogy lehetne ezt a funkciót valahogy automatizálni, hogy ne kelljen hozzá szuperintelligens szakértőnek lennünk. Valahogy meg kellene tudnunk különböztetni az alapértelmezett beállításokat az elvárt beállításoktól. Az a helyzet, hogy ez egy általános ábra, ez szól magáról az operációs rendszerről is, és azon belül konkrétan egy bizonyos szervernek a beállításairól. Akkor, amikor én felteszek egy oprendszert, kapok valamilyen funkciót. Akkor, amikor felteszek rá mondjuk egy Nginx-et vagy egy Squid-et, akkor azzal kapok valamilyen alapbeállítást. Ez egy karika, az a zöldesebb. És egy másik dolog az, amit én elvárok tőle. Ehhez, hogyha szerverről beszélünk, tehát operációs rendszerről, fel kell tennem újabb csomagokat, hogy elérjem azt a másik karikát, és egyébként biztonsági szempontból praktikus, ha közben eltávolítom a felesleges csomagokat, de ez most nem érdekel minket. Egy szerver esetében feltelepítem a szervert, azzal fogok kapni valamilyen alapbeállítást, jó esetben, és ezt az alapbeállítást kell nekem átterelni az általam elvárt funkciók felé. Tehát ezt akarjuk mi valahogy detektálni. Hogyan lehet ezt detektálni? Hát a csomagoknak az állapotát, azt nagyon könnyen le lehet kérdezni a csomagkezelőből, meg lehet nézni, hogy éppen aktuálisan milyen csomagok vannak feltelepítve. Hogyha az ember feltelepít egy alaprendszert, csinál belőle egy csomaglistát, majd az átvett rendszernek a csomaglistáját megcsinálja, és a kettőt összeveti, akkor látni fogja, hogy melyek azok a csomagok, amik fellettek téve, vagy lelettek szedve az alaptelepítéshez képest. Erre mondjuk vannak egyszerűbb eszközök is. A Deborfen, amit ott láttok alulról a második sorban, az egy céleszköz, ami azt csinálja, hogy meghatározza, hogy melyek azok a csomagok a rendszeren, amelyek nem függőség miatt vannak föltéve. Tehát egy ilyen csomaglista, ez egy nagyon picike csomaglista lesz, egy néhány 5-10 darab választ fogunk kapni erre a Deborfen-ra. Ez az 5-10 darab csomag, ez az, amit kézzel feltelepítettek erre a rendszerre. Tehát elég annyit tudnom, hogy fel kell telepítenem mondjuk egy CentOS 6.8-at, vagy egy Ubuntu szerver, mit tudom én, 16.04 LTS-t, és még ezt a 4 csomagot rá kell tennem, és kész, binárisan már kész is vagyok. Ez az egyik része. Nem fogok tudni már visszatérni erre, úgyhogy most mondom el, hogy amikor konfiguráció verziókezelésről beszélek, akkor valójában a csomaglistának a verziókezeléséről is beszélek. Az is része a rendszernek.
Tehát akkor, amikor én követni akarok egy rendszert mindenféle szempontból, akkor nekem a csomaglistáját is ugyanúgy naponta egyszer vagy néhányszor le kell csekkolnom és ellenőriznem kell. És a verziókezelést erre is érteni fogom majd később, amikor a konfigokról fogok beszélni. Na, ez a következő, ez nagyon érdekes. Talán ez a legérdekesebb része az előadásnak, hogy vannak nekem feltelepített csomagjaim, és azokat a feltelepített csomagokat szeretném leellenőrizni, hogy a korábbi üzemeltetők, vagy akár én magam egy évvel ezelőtt, pontosan mit változtatott meg azokban a csomagokban. És erre van egy nagyon egyszerű módszer, de egyébként nagyon kevesen tudják. A csomagok tudják, hogy mi a konfigurációs fájl. Ő bennük vannak bináris fájlok, dokumentumok és konfigurációs fájlok, és ezt le tudjuk kérdezni. Meg tudja mondani nekünk a csomagkezelő, hogy az adott csomagnak a fájljai közül melyek azok, amik konfig fájlok. Ez az egyik dolog. Ezzel már szét tudtuk választani a csomagban lévő mindenféle reszlit a valós érdekes dolgoktól, a konfigtól. A következő dolog, hogy a csomagok azok nem csak azt tudják megmondani, hogy mi a konfig, hanem azt is meg tudják mondani, hogy változott-e. Különböző technikával és különböző mélységű tudással, de az RPM meg a DEP csomagkezelő is tudja, hogy az adott csomagban milyen konfigurációs fájlok voltak, és ha mást nem is, de azt meg tudja mondani, hogy megváltozott. Azt nem tudjuk megnézni, hogy mi változott meg, de azt igen, hogy megváltozott. Na, innentől kezdve már elég egyértelmű, hogy merre kéne tovább mennünk, hogyha van nekünk egy olyan listánk, hogy meg tudjuk mondani, hogy mely config fájlok változtak meg tételesen, akkor már csak az eredetit kéne megszereznem, és meg tudnám mutatni, hogy pontosan mi az a változás, ami történt. Hogyan lehet megszerezni az eredetit? Hát az a helyzet, hogy semmi más dolgom nincs, csak mondjuk főverzióban ugyanolyan csomagtípus szereznem, mint ami fel van téve a rendszerre. A főverzió csomagtípusban általában a config fájlok nagyon nem változnak. Optimális esetben persze valójában azt a bizonyos csomagverziót kell előkerítenem, amit valaki feltelepített arra a gépre, de ha az nincsen meg, akkor viszont nincs más megoldás. Valamilyen archív repozitoriból elő kell szednem egy olyan csomagot, ami minél inkább hasonló. Innentől a következő lépés, ki kell csomagolnom a csomagot, az megint csak talán nem annyira triviális, hogy ezek valójában egyszerű archívumok. A DEB archívum az egy ARR, amiben tarok vannak, az RPM, az pedig könnyedén átalakítható, egy könnyen kicsomagolható formátumra. Simán lehet egyébként most a közönség soraiban ül pár ember, aki az RPM-et ettől sokkal egyszerűbben is ki tudja csomagolni. Lényeg az, hogy átalakítom CPIO-val, és utána CPIO-val simán ki tudom csomagolni, és utána mi történik? Na, itt ez a kis demo, amit az előbb láttatok, az lényegében erről szól. Tehát itt több dolgot is mutattam egyszerre. Ez a könyvtár az oktatás, ha ez nem sok minden látszik, csináltam egy nagyobb terminált, igen, és mindjárt ezt a parancsot ki is adom. Ez a parancs, kérném szépen, Ctrl-L, és mondjuk csak a MySQL-eket nézzük meg, ha besikerülne írnom, igen. Tehát van a rendszerünkön egy olyan könyvtár, ahová, amikor feltelepítünk egy csomagot, akkor letöltődik, és hogyha nem gondoskodunk róla külön, akkor ott meg is marad. Ez a könyvtár, ez a feltelepített csomagokat tartalmazza, ezért aztán, hogyha nem töröltük le külön egy parancssal, akkor elő tudjuk onnan szedni a csomagokat, vagy ha ez nem működik, akkor pedig ilyen hálózaton elérhető repozitorikból lehet csomagokat szedni. Az RPM centos család az olyan módon áll hozzá ehhez, hogy ők minden stabil csomagverziót megtartanak később is. Tehát magyarul bármikor bármelyik csomagverziót, ami valaha stabil volt, azt el tudjuk érni. A Debiannál ez nem ennyire triviális. Ott adott esetben nekünk magunknak kell gondoskodni róla, hogy legalább a főverziókról egy archívumot tartsunk meg magunknak, és az később majd jól jöhet. Miért is jöhet jól? Hát az a helyzet, hogy én most azt csináltam, hogy ebbe a könyvtárba kicsomagoltam két darab csomagot, az egyik a MySQL Server nevű, a másik a MySQL Common nevű, és mind a kettőből, hogyha megnézzük az egyiket, tök jó lenne, ha ezt nem kéne közben fogni. Jézus Mária.
Úristen, köszönöm szépen, nagyon, így most nagyon kényelmes lesz. Végre karriert csinál. Szóval a MySQL szerverbe beletettem a dev csomagot, ott látjátok, ugye, nem tudom, közben lézerezek is, oda, és a dev csomagot kicsomagoltam azzal a parancsal, amit az előbb láttunk itt, ARX. Az AR az egy ilyen csomagformátum, olyan, mint a TAR, vagy a CPIO, vagy ilyesmi. Oké? Okay? És a lényeg az, hogy miután kicsomagoltam az ARX-el, utána lett belőle ez a bizonyos Control TAR GZ, Data TAR XZ, illetve a Debian Binary. Ezeket utána tovább lehet csomagolni. Én kicsomagoltam a Data TAR XZ-t. Az ugye az XZ az a korábban divatos GZ helyett van, most már ugye az XZ az TAR nagy évvel használható, és amikor ezt kicsomagoljuk, ezt én a följebb lévő könyvtárban, a root nevű könyvtárban kicsomagoltam ezeket a TAR, datatarokat, mind a két csomagból, és lényegében ez történik a csomagkezelővel is, mikor feltelepít egy csomagot. Lehet, hogy még szükség lesz rá, a gyönyörű állványom majd segít nekem. Szóval a lényeg az, hogy amikor kicsomagol a csomagkezelő egy ilyen csomagot, akkor azt csinálja, hogy kiszedi ezeket a fájlokat, beteszi a gyökérbe, és még lefuttat néhány control scriptet, ezekről most nem fogok beszélni. A lényeg az, hogy itt megtaláljuk a fájlokat, amik benne vannak a csomagban. És akkor most jön az a rész, amit az előbb mutattam, hogy azt mondom, hogy nyugi. Azt mondom, hogy a meld eszközzel, amit egyébként nagyon-nagyon ajánlok mindenkinek, lehet persze más dolgokat is használni diffelésre, két fájl vagy több fájl összehasonlítására, de a meld az egy nagyon jó, mert egyszerre kettő vagy három könyvtár vagy fájl tartalmát össze tudjuk hasonlítani, és azonnal látjuk, hogyha valami fájl különbség van köztük, és meg is tudjuk nézni, hogy konkrétan mi a különbség. Na és akkor azt mondom neki, hogy a root per, már benne vagyok, bocsánat, akkor az etc per MySQL könyvtárnak a tartalmát összevetem a per etc per MySQL-lel. Ez ugye az én élő rendszeremen lévő MySQL config, és meg fogom látni, hogy mi a konkrét különbség a kettő között. Valójában nem teljesen így van, mert ez a Debian CNF, Fabric CFG, ez valószínűleg még egy másik csomagból jött, tehát még egy csomagot ki kellett volna csomagolnom most ide. De nyilván mindenkinek látszik, hogy egy kicsike kézimunkával meg lehet csinálni azt, hogy az eredeti config fájlokat össze tudjuk vetni a rendszeren lévővel, és meg tudjuk nézni, hogy mi a változás. Oké. Okay. Hát én személy szerint a meldet szoktam használni, most már lassacskán ilyen egérmérnök lesz belőlem, de még azért, ha kell, akkor be tudom rúgni a vimdiffet is, és hogyha valakinek nagyon-nagyon tetszik a régi módi, akkor diffet is használhat. Konfig változás észlelése. Ugye most visszatérünk az első vágányra. Az volt, hogy van a való világ, meg van az ideális világ. A való világban az emberek éjszaka beállítanak valamit, vagy oda copy-pasztelgetnek valamilyen változtatásokat a hogy hívják azt a szájtot? Nem GitHub, ahol Stack Overflow, köszönöm szépen, Stack Overflow-ról, és aztán utána valójában nem tudják, hogy mi az, ami megoldotta a problémájukat, már vagy 6 különböző fórum hozzászólásból copy-pasteltek be config darabokat, és utána egyszer csak elkezd működni, oké, most ne nyúljunk hozzá. Ez egy teljesen tipikus. És simán lehet, hogy valójában az 5 copy-paste-ből valójában csak az egyiknek a fele kellett volna. De az ördög se tudja, hogy melyik fele. Na és így aztán a config fájlok szépen híznak, rondák lesznek és buták, és ami a nagyon kemény, hogy ha van nekünk egy csomó gépünk, mondjuk például egy server farm, akkor nagyon könnyen előfordul, hogy elmásznak egymástól a konfigok. A különböző, a HA szerverek konfigjai, a cluster konfigok, azok így elkezdenek másképp járni. Vagy mondok egy példát, mondjuk van egy nagyobb cég, és ott van összesen mondjuk 200 darab webszerver, ezek külön szervezeti egységeknél vannak, mindenféle más funkciókkal, de az üzemeltetés azt mondja egyszer csak, hogy van egy oltári nagy hiba, amit az egyik default konfigba csináltak az Apache fejlesztők, azt állítsuk át. Átállítják az egyikben, de nem az összesben. Ez a problémánk, és ezt szeretnénk valahogy elkerülni. Hogyan lehet egy konfig változást észlelni? Hát az a helyzet, hogy a szoftverfejlesztők azok már egy jó ideje használják ezeket a rendszereket.
amikről én beszélek, az valójában nem rakétatudomány, hanem ez egy 20-30 éve ismert technológia, csak most már jó lenne, hogyha végre az üzemeltetők is rájönnének, hogy ez mennyire hasznos. Mondok egy lehetőséget. Csinálhatnék egy olyat, hogy mondjuk minden nap 4 óránként csinálnék egy ellenőrzést, hogy változott-e valamilyen config file egy rendszeren, és ha változott, akkor azt elmenteném. Ezt ugye mindenki el tudja képzelni. Na, erre van egy sokkal egyszerűbb eszköz, azt úgy hívják, hogy verziókezelő rendszer, van egy csomó ilyen, a leginkább régen ismert hagyományos az a CSV, és utána lett az SVN, a Mercurial, és mostanában messze a leginkább elterjedt és legdivatosabb a Git. Azt gondolom, hogy ha valaki valamilyen verziókezeléssel szeretne foglalkozni, akkor nagyon-nagyon praktikus ezt választani. Rengeteg eszköz van hozzá, és lényegében mindent tud, amit tudnia kell, úgyhogy egyszerűen nincs értelme mást megtanulni. Ez az ábra, ez mindenféle verziókezelő rendszerre vonatkozik. Mit csinálnék én? Ott van fent az élő rendszer, az, ami ténylegesen az ETC könyvtárában, meg még itt-ott mindenféle konfigurációs fájlokat tartalmaz. Azt csinálnám, hogy időnként a konfigurációs fájlokról csinálnék egy ilyen verziókezelő ellenőrzést, megnézném, hogy van-e valami változás, és hogyha van, akkor azt a verziókezelő rendszerembe bevenném. Ahogy itt látszik is, én ezt úgy neveztem, hogy Live Branch, most nem akarok nagyon belemenni a verziókezelő rendszereknek a finomságaiba, azt gondolom, hogy ezt könnyedén el lehet sajátítani. Tehát, hogyha valaki elolvas egy jó kis Git dokumentációt, akkor látni fogja. Lényegében ezzel felmásoljuk a menedzsment szerverünkre a konfigot, és eltesszük. Most már látjuk, hogy változás van, meg tudjuk nézni nagyon könnyen, hogy mi a változás, és hogyha úgy ítéli meg az üzemeltető, vagy az üzemeltetés vezetője, hogy egy változás az problematikus, akkor vissza lehet állítani, hogyha pedig egy változás megfelelő, akkor át lehet hozni a config masterbe, ami szintén egy ilyen verziókezelős, mondjuk úgy, hogy csomag. Tehát a Live Branch, az is képzeljétek úgy, mint egy targézét, meg a config master is. A lényeg az, hogy a config masterben mindig csak az a konfiguráció található, amit a vezető adminisztrátor jóváhagyott, hogy ez tényleg, ez így tiszta, korrekt, ez így minden rendben van. És ezzel a config masterrel könnyedén lehet majd később ugyanilyen típusú szájtokat, ugyanilyen típusú szervereket előállítani. És ez az automatizmus, ez semmiféle plusz energiát nem vár senkitől. Lényegében egyszer beállítunk egy cron jobot, ami időnként megcsinálja ezt az ellenőrzést, és ha szükség van rá, akkor meg tudjuk nézni, hogy mikor változott a fájl. Nem kell feltétlenül csinálni vele semmit, de legalább meg tudjuk nézni, hogy mikor változott meg. Van még azonban néhány lehetőség, amivel még fel tudjuk tupírozni ezt a dolgot. Az egyik, hát az automatikus észlelésről most beszéltünk, a verziókezelő rendszerek azok alapvetően erre vannak kitalálva, úgyhogy semmit nem kell csinálni hozzá, egyszerűen megmondom neki, hogy ezeket a könyvtárakat akarom figyelni, behúzom a fájlokat az aktuális állapotukban, és innentől kezdve a verziókezelő rendszer mindig meg tudja nekem mondani, hogy változott-e valami és micsoda. A következő egy kis praktikus dolog, hogy ha változik valami, akkor jó lenne tudnom, hogy ki változtatta meg. Egy viszonylag kicsi forgalmú szerveren, mármint nem hálózati értelemben kicsi a forgalom, hanem személyi, tehát az adminisztrátorok fizikai belépése a gépre egy ritka dolog. Abban az esetben a lastból, tehát a belépett felhasználóknak a konfigjába, vagy a történetéből már meg tudom nézni azt, hogy ki az, aki esetleg megváltoztathatta azt a bizonyos fájlt. De hát ez nyilván egy nem túl praktikus megoldás. Például van olyan, hogy valaki belép egy 10 másodpercre és úgy változtat meg egy fájlt, mondjuk például egy SSH távoli hozzáféréssel, tehát ez nem biztos, hogy segít. Tehát lehet megoldás, ez is egy támpont, de nem biztos, hogy segít. A következő, amit ugye Zámbó Marci elmondott az előadásában, az Audit D, azzal már egészen precízen meg lehet mondani egy logból, hogy ki az, aki egy fájlhoz hozzáfért és mit csinált vele, de nyilván annak meg egy kicsit nagy az overhead-je, tehát a beállítása az nem annyira triviális. Aztán van egy olyan, amit egyébként szintén Zámbó Marcel kollégám csinált meg nálunk először, hogy módosította a szerkesztőt, valójában nem a VI-t módosította, hanem csak csinált egy olyan shellscriptet, ami körbe bástyázta a VI-t, és azt mondta, hogy ha belekonfigurálsz mondjuk az ETC per csomagszűrő konfigba,
akkor a VI automatikusan bekomitálja a kódot egy, akkor még nem Git-be, hanem SVN-be, és írja hozzá kommentet is, hogy miért csináltad. Tehát ennyi csak az egész, hogy ha az ember VI-t használ, az alias vagy egy shell script átirányítja egy olyanra, hogy komitoljon is, meg mondja meg, hogy írjál be egy message-et, hogy miért csináltad. És innentől kezdve már lehet követni. Ez már más, tehát személyi fegyelem kérdése, hogy az üzemeltetők arra rávehetők-e, hogy beírják oda, hogy miért változtatták meg azt a bizonyos config file-t. Nyilván, aki nem írja be, azt először elküldjük egy hét fizetés nélküli Szabira, aztán meg utána megköszönjük a munkáját. De ez más kérdés, tehát most nem erről beszélünk. A következő szintén nagyon praktikus ötlet, hogy ha változás történik, akkor tök jó lenne, hogyha automatikusan indulna egy hibajegy. A legtöbb, tehát a tisztességes üzemeltető cégeknél, meg csapatoknál ott van hibakezelő rendszer. Az ugye azt jelenti, hogy ha bármi gond van, akkor oda felveszünk egy hibát, és utána később ott nyomon lehet követni, hogy ki az, aki módosította, információkat lehet hozzáfűzni, meg lehet mondani, hogy a javítást hogyan sikerült megcsinálni. Későbbiekben majd a javításokat majd meg lehet nézni, és hogyha mégsem volt jó a javítás, akkor legalább meg lehet nézni, mi az, amit nem sikerült, vagyis hogyan nem sikerült megoldani. Na most egy ilyen módosítás simán csinálhat egy automatikus jegyet, és ez az automatikus jegy a későbbiekben már kezelendő az aktuális ügyeletes által, meg kell néznie, hogy megváltozott az adott config file, kiváltoztatta meg, és meg kell találni az okát, hogy az miért változott meg, és utána el lehet dönteni, hogy ezt az éles rendszeren ott hagyjuk, és mondjuk terítjük a cluster többi tagjára is, vagy pedig rollbackezünk. A következő dolog. Igen. Például az RPM az egy nagyon-nagyon praktikus eszköz, ad egy olyan lehetőséget, amivel mi egy bizonyos csomagnak, vagy az összes, a rendszeren lévő összes csomagnak a konfigurációs file változásait meg tudjuk nézni. Itt látszik az, hogy például leellenőriztem a HTTPD nevű csomagnak a változásait, és ez megmondta nekem, hogy az ETC per HTTPD per conf per HTTPD conf az megváltozott. Látszik rajta, hogy ebben az esetben megváltozott a mérete, illetve az MD5 számja. Abban az esetben, ha a file-nak változik, ott látszik nyilván, változik a valamilyen jogosultság beállítása, csoportja vagy a felhasználója, akkor is észre fogja venni. A Debian egyébként ilyen szempontból nem elég okos. Az így konkrétan az például nem is ellenőrzi, hogy a felhasználó csoport meg a jogosultság az milyen. Ott erre külön nekünk kell figyelni. Nem biztos, hogy erre kellett volna jönni, igen. Config file management. Hát igen, ez mondjuk ez eléggé... Csak érintjük ezt a témát. A helyzet az, hogy amiről ez az előadás szól, az pontosan az, hogy nem egy management rendszerrel kezelem a rendszereimet, nem Ansible, Saltot, Puppetet használok, hanem valami más, egy olyan rendszer, ahol adott esetben kézzel kell a konfigokat módosítani. Tehát így ez egy kicsikét ilyen határeset, hogy ez mennyire illeszkedik ide. Az a helyzet, hogy generálni a config file-okat, az egy nagyon praktikus dolog, abban az esetben, hogyha az embernek kettő vagy több hasonló dolga van. Abban az esetben ezek a template engine-ek, ezek nagyon könnyű lehetőséget adnak arra, hogy az ember azokat a helyeket megjelöli, ahol különbözhetnek a különböző config file-ok, például mondjuk OpenLDAP server, multi-master cluster, az úgy fog kinézni, hogy lesz benne kb. Három olyan hely, ahol az adott OpenLDAP server konfigja az más lesz, mint a másiké. Ezeket a helyeket meg tudom jelölni, és egy templétből tudom generálni a konfigot úgy, hogy az adott szerverre érvényes néhány változót ott felveszem, és azt belegenerálom abba a bizonyos templétbe, és innentől kezdve minden egyes gép megkapja az ő rá érvényes konkrét konfigot, és hogyha módosítanom kell, akkor nem 3 vagy 10 helyen kell, hanem csak egy helyen. Egy helyen módosítom a templétben, és újra generálom a konfigokat. Nyilván ennek egyébként az a folyamánya, hogy ha valaki kézzel belenyúl egy konfigba, akkor azt miután megtaláltam, hogy mi a különbség a rendszeren lévő konfig és az én általam generált konfig között, utána bizony meg kell határoznom, hogy mit kell pontosan visszatennem a templétbe, hogy az a módosítás az életre lépjen az összes gépen. Tehát ez mondjuk itt már egy kicsit nehezebben kezelhető, egy picit bonyolultabb.
Konkrétan verziókezelésről, hát azt már mondtam, hogy én most azt javaslom mindenkinek, ha még nem használ semmit, akkor Gitet használjon. Azt gondolom, azzal nem lehet mellélőni. Ami nagyon praktikus eszköz, és mindenkinek javaslom a használatát, ETC Keeper. Az ETC Keeper az mondjuk egy standalone gépre kitalált eszköz, feltelepítjük a rendszerre, ő automatikusan a config fájlokat, azokat mindjárt kezelésbe veszi, és innentől kezdve időzítve időnként le fogja ellenőrizni, hogy változás van-e, és meg tudjuk nézni a későbbiekben, hogy korábban milyen változások történtek a rendszerben. Ez nagyon jó egyébként egy gépre vagy egy desktopra, de nyilván egy tömeges telepítésnél nem igazán praktikus. Ott viszont használhatjuk azt a trükköt, hogy az ember az SSH FS-t használva, hogyha be tudunk SSH-zni az adott szerverre, SSH FS-sel fel tudjuk csatolni az adott szerver egy vagy több mappáját a saját gépünkre, és hogyha a gitdir paramétert használjuk a gitnél, akkor azt meg tudjuk mondani, hogy ne abban a könyvtárban legyenek a gitnek a kontrollfájai, hanem egy másik könyvtárban. És így gondoljatok bele, mondjuk minden nap négyszer felcsatolom az ottani ETC könyvtárat, most elég leegyszerűsítve mondom, felcsatolom az ottani ETC könyvtárat, és csinálok egy olyan git diffet, amivel megnézem, hogy változott-e valami, és mivel az ottani ETC-ben nem akarok beleírni, ezért azt helyben tárolom a gitnek a kontrolladatait. Ez egy nagyon egyszerű megoldás, és innentől kezdve, hogyha van valami változás, akkor azt a saját git repomba be tudom húzni, és utána későbbiekben ezt tudom majd használni. Megint rossz irányba mentem, el tudok tévedni, mint a Jancsi és Juliska az erdőben. Verziókezelés most már akkor egy kicsit magasabb szinten. Ugye a git az egy ilyen nagyon egyszerű, elképesztően nagy tudású, de kicsit kényelmetlenül használható eszköz, aminek azért néhány funkciója hiányzik, ami kellene. Mik azok a funkciók? Hát egyrészt például tök jó lenne, hogyha lenne egy ilyen hibajegykezelő rendszer összeintegrálva, mert akkor nem kéne nekem azzal bohóckodni, hogy a git változásra egy másik hibajegykezelőben csináljak egy hibaüzenet vagy egy hibajelzést, hanem ha már eleve lenne benne, akkor az tök jó lenne. A következő, hogyha valami változás van, akkor nekem valamilyen más csatornán meg kell beszélnem, hogy az a változás miért történt. A GitLab az a GitHubhoz hasonló funkcionalitású, a saját gépünkön is futtatható eszköz, aminek a segítségével meg tudjuk azt csinálni, hogy a GitLab az a kezelésébe vesz néhány ilyen git repót, mondjuk például különböző szervereknek a konfigurációs fájlait, de adott esetben kisebb-nagyobb fejlesztési projekteket is. Felhasználói vannak, egy webes felületen is elérhető, meg a Gitnek a klasszikus eszközeivel is. És itt lehetőség van arra, hogy a GitLab az önmagában tartalmaz egy ilyen hibajegykezelő rendszert is. Magyarul meg tudjuk azt csinálni, hogy ha valami változik egy repóban, akkor elinduljon automatikusan egy ilyen hibajegy, és utána, hogyha a fejlesztők rollbackelték, tehát visszaállították az eredeti állapotra a config fájlt, vagy pedig jóvá hagyták az adott konfigot és behúzták a masterbe, akkor le tudják zárni úgy a hibajegyet, hogy a commit ID-t is beleteszik. Ezzel gyakorlatilag az a végeredmény, hogy ezek az automatikusan generált jegyek, ezek megmutatják a múltra visszamenőleg, hogy hogyan változott egy config file, és ott meg lehet nézni azt is, hogy az az issue, az a hibajegy, ami keletkezett, az ugye nyilván, amikor az ember kezeli, akkor érdemi, értelmes kommentekkel van ellátva, hogy ezt a számot azért kellett átállítani, mert a TCP kapcsolatok azok időnként leszakadtak, és azért növelni kellett a timeoutot. Lezárjuk az issue-t, és hogyha bármikor később előjön ugyanez a probléma, akkor már meg tudjuk mondani, hogy miért volt az a változás. A Gitnek van egy nagyon vicces feature-e, úgy hívják, hogy blame, ahogy a neve is mutatja, rámutatunk egy bizonyos forráskódsorra, vagy config sorra, és meg tudjuk mondani, hogy kit lehet hibáztatni érte. Tehát megmondja azt, hogy azt a sort kiírta bele, és meg tudjuk nézni, hogy a comment mi volt ahhoz a bizonyos változtatáshoz. Oké, ez itt ennyi volt, és aztán utána akkor most már csak nézzük meg, hogy hogyan néz neki akkor a való világ, hogyha ezeket az eszközöket használnánk. Az lenne valójában ugyanúgy, hogy a ügyeletest felébreszti éjszakai telefon, hogy leállt az összes szerver, és nem működik az internet, és azonnal csináljon valamit, de
Egyrészt jó, mondjuk azt feltételeztem eddig is, hogy monitoring rendszerünk van, az be fog riasztani, és a monitoring rendszer riasztására mondjuk adott esetben magasabb fokozatra kapcsolhat a konfig ellenőrző rendszer, aki nézi, hogy változik-e a konfig, és amikor változik a konfig, akkor automatikusan behúzzuk a változásokat, és akkor megnézzük azt, hogy a felhasználó kicsoda volt, és utána reggel majd meg tudjuk kérdezni tőle, hogy miért csináltad és hogyan, és aztán természetesen, hogyha bármi történik, akkor el tudunk indítani egy hibajegyet, és azt később reggel már kipihenten valakinek el kell kezdeni feldolgozni, hogy mi volt a hiba, hogyan tudjuk ezt hosszú távon elhárítani, hogy soha többet ne forduljon elő. Ja igen, ezt mondtam el. Tehát a lényeg az, hogy így innentől kezdve nincsen az, hogy éjszaka valaki beletúr valami konfigba, és soha többet nem tudjuk, hogy miért csinálta, és hogy le kéne teríteni a cluster tagokra, meg ilyesmi, hanem ezek szépen tisztességesen kezelve vannak. És akkor most már csak egy kis picike kis mellékzönge, az a helyzet, hogy mióta virtuális gépeket használunk, elég jó részt, azóta a virtuális gépek is kezelhetők úgy tulajdonképpen, mintha forráskód lennének, azért is alakult ki ez a kifejezés, hogy infrastructure as a code, vagy as code. Ez azt jelenti, hogy azokat az eszközöket használjuk az infrastruktúra felépítésére és beállítására és reprodukálására, és tesztelésére, amelyeket a fejlesztők is szoktak használni. Például nagyon könnyen elképzelhető, hogy van nekem egy rendszerem, ami mondjuk 10 darab gépből áll, de szükségem van egy 11. ugyanolyan gépre. Azt gondolom, hogy az előadás eddigi részéből már látszik, hogy akkor nyilván nekem megvan a konfigurációs fájl, meg a csomaglista külön, és nem kell azon bogaráztam, hogy vajon hogyan kéne újra telepíteni még egy ilyen gépet, hanem ráküldöm az automatikus telepítő processzt, felteszem a szükséges csomagokat, rámásolom a config fájlokat, és ad abszurdum, akár egy perc múlva kész lehet a 11. gép. Tehát az egész erről szól, és hogyha megfelelő virtualizációs eszközöket használunk, amelyek mondjuk nem rejtik el előlünk a konfigurációkat, akkor a konfigurációt is, tehát magának a virtuális gépeknek a konfigurációját is tudjuk ugyanígy követni, és akkor, amikor az egyik gépnek megemelik a memóriaigényét mondjuk 2 gigáról 3 gigára, akkor ugyanúgy elindulhat az issue, és megkérdezheti a rendszergazdát, hogy de miért állítottad 3 gigára, és akkor minden gépnek át kell állítani, vagy csak ennek marad. És esetleg, hogyha elég intelligens a rendszer, akkor még azt is lehet neki mondani, hogy most beállítottam neki 3 gigát, de ez csak egy teszt, 2 hét múlva vissza lehet majd állítani 2 gigára, és akkor 2 hétig csöndben marad a riasztórendszerünk, de 2 hét után szól, hogy most már ennek a gépnek nem kéne csak 2 gigának lennie. Tudom, hogy ez ilyen nagyon misztikusnak hangzik, és futurisztikus, de valójában én most pont egy ilyen szoftvert fejlesztek, úgyhogy szerintem majd egyszer látni is fogjátok, hogy működik. És hát erről már többször is esett szó az előadásban. Abban az esetben, hogyha az embernek összefüggő rendszerei vannak, egy cluster több tagja, egy HA több tagja, akkor a szoftverfejlesztők eszköztárával nagyon kényelmesen, például egy MELD-el, nagyon kényelmesen össze tudom vetni a különböző konfigokat, és egy pillanat alatt ki lehet szúrni, hogyha a több HA tag közül valamelyik nem ugyanazt a konfigurációt tartalmazza, mint a többi. Ennyi volt az előadásom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet.